Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi energia, ahol feltesszük a három fontos kérdést, hogy mi az ő gondolata vagy terve, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Először megnézzük az ő gondolatait, ami középen itt felül és alul látható. A kelyhek utalnak az ő érzelmi világára. Ez a múltja, ez a könnyek mezeje. Ő lezárja a múltját, de a munkahelyen még elégedetlen, hiszen itt látható, hogy mennyire ügyes, mások figyelgetik őt, kíváncsiak arra, hogy mit, hogyan tesz, de nem dicsérik, hanem úgy bánnak vele, mint egy kisgyermekkel. Tehát nem kapja meg az elismerést, amit megérdemelne. Az érzelmi világát itt látjuk bal oldalon. Valamit még fogva tart, vagy valamilyen kapcsolatokat nem meri elengedni. De érzi azt, hogy kell a változás, és nyitott erre a változásra, hiszen látható, hogy itt már evez. Elhagyja a múltat, az egyik partot, elhagyja a könnyek mezejét, és irányítja a csónakot egy új irányba. Közeledik hozzád, átnyújtja a kelyhet, ami utal az ő érzelmeire. Hogy mit fog tenni, az itt látható. Ő tudja azt, érzi azt, hogy nálad igazságtalanság történik. De tudja azt is, hogy nyerni fogsz, lezárod ezeket a témákat, és ő ad erőt számodra. Az is lehet, hogy mindezt ő éli át, elmondja neked, és elvárja azt, hogy te adj erőt számára. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Ő lezárja a múltat, megjelenik a nyilvánosságon, megvannak nála az elvárások, hogy észrevegyék őt, hogy megkapja az elismerést. Vagy találkozni akar veled a nyilvánosságon. Itt kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, tisztázódnak bizonyos dolgok, és akkor is, ha igazságtalanság érte őt, lesznek sikerei. Itt a múltban voltak nála viták, veszekedések, félreértések valakivel, de ezt a partot elhagyja. Lezárja ezeket a témákat, és lezárja ezeket a kapcsolatokat. Itt közeledik hozzád, találkozni akar veled, hiszen te vagy a virágcsokor, ami utal a te szépségedre, a te nőiességedre, amit a virágcsokor még jelenthet, hogy lesz egy meglepetés, egy meghívás, vagy ajándék. Itt a kutya a baráti körre utal. Lehet, hogy itt még fogva tart valamit, de vannak itt viták, félreértések, el kellene engedni ezeket a kapcsolatokat. Ő szeret téged, meg megbízik abban, hogy te is szereted őt, itt van a szerelem, és ez ad erőt számára, meg számodra is. Itt lezárod a nehézségeket, és lesznek új kapcsolatok, vagy új szerződések.
Itt voltak ugyan igazságtalanságok, de ez lezárul, lesz egy szerencsés fordulat. A gyűrű utalhat esetleg az ő házasságára, vagy a tiédre, ahol voltak a múltban félreértések, ami le lesz most zárva. Az ő jelenlegi helyzete hát valami nyomasztja őt. És a te jelenlegi helyzeted te mozgásba jössz, előre mennek a dolgok. Az is lehet, hogy valaki közeledik hozzád. És ez volt az általános szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!